rendezett káosz, mikro- és makrokozmosz gondolati játéka, irányított véletlen, tiszta energia. Révész Ákos gondolatokat fest. Képein lendületes gesztusok és intenzív színek lüktetnek, és ez a látszólagos káosz harmóniává áll össze. A tér rétegekre bomlik, olykor tájakra, máskor kőzetek belsejére, megint máskor elemek jelenlétére emlékeztetve, hegyvonulatok komorságára, víz frissességére, persze mindez csak asszociáció. Hiszen a cél nem egy konkrét látvány elvonatkoztatása, sokkal inkább egy belső késztetés, érzet megjelenítése, mely rányomja a bélyegét a kép készülésének minden fázisára. A festőművész egyéni kiállításán jártunk a Gogol 9 galériában. A megtalált időcímet viselő tárlatra a művész egy évig készült, a kiállított közel 60 munkával pedig arról beszél, miről szól az ember belső világa, hogyan válik rendé a káosz. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttetek a Gogol 9 galéria mostani kiállítására. Révész Ákos barátunknak lesz egy nagy kiállítás, ami számomra rendkívül fontos. Nagyon készültem rá én is, meg ő is. Szerintem ő készült többet. Úgyhogy... De gondolom, hogy ez mindannyiatok számára nagyon kellemes meglepetés, aki még nem látta, aki meg látta, az majd merüljön benne el. Nekem ez akkora élmény, hogy ennyien vagyunk, hogy ez csak már. Hát szóval erre csak ezt tudom mondani. Megkérem dr. Feledi Balázst, hogy ő nyissa meg ezt a kiállítást, és ő értékelje a képzőművészeti részét. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én úgy látom, hogy a festészetnek a felelőssége tulajdonképpen felfokozódik. Mert a festészet hatása bizonyos érzékeny közegben rendkívül erőteljes. Most például itt vagyunk mondjuk 80-an, 100-an. Úgy gondolom, hogy az, amit Révész Ákos művel, és ez már picit róla szól, nem hagy közönösen minket. Viszont az, ahogy ő fest, ez nem egy, ugye, használ a művészet történet ilyen kategóriákat, hogy tasizmus és action painting, tehát ami teljesen ösztönösen, teljesen mélyről, a tudat mélységeiből tör föl, és a vászorra szinte véletlenszerűen rakódnak föl a színek, motivumok. Nem. Ákosnál, az ennél a festészetnél az a lényeg, hogy ez nagyon tudatos, nagyon módszeres, ahogy ő a képeket készíti, illetve a két dolognak, hogy ösztönösség és tudatosság, és ez már nagyon fontos az én olvasatomban, az ő festészetében egy különös egyensúlya van, mert természetesen ott a személyiség belsőjéből eredő eruptív, ugye ez a kitörő, föltörő indulat, feszültség, kreativitás, és ugyanakkor mindez, mire a kép befejeződik, gyönyörűen fogalmaz itt az idővel kapcsolatos arcpoetikájával a lélegzet, az utolsó lélegzet, amikor befejeződik a kép, és ez egy fantasztikus dolog, hogy egy megállított lélegzett pillanat alatt mi minden történik, akkor már egy nagyon tudatos mű áll előttünk. Ez most egy számomra egy nagyon fontos pillanat, hogy egyre több barátot találok így a művészeti tevékenységem kapcsán. Jelesül most a kiállításnak a rendezője, aki a Vadász István, aki elősegítette, hogy ez a kiállítás létrejöjjön. Ő válogatta, szerkesztette, rendezte, és számomra ez azért is nagyon, hogy mondjam, fontos volt, vagy így jól esik az embernek, hogyha valaki ilyen teljes odaadással, egy kicsit ilyen szentőrültként, vagy hát ilyen művészet imádóként áll az egészhez. Már néhány éve ismerjük egymást, és mindig kíváncsi volt, hogy éppen hol tartok, mit csinálok, és nekem ez így nagyon jól esett. Révész Ákossal egy olyan kiállításon találkoztam először, amit ahol vendégként elhívtak, ez a Rátkai Művészklubban volt, és ott a Gici György festőművésszel közösen állított ki egy kiállításon, ahol az ő műveik egymásra reflektáltak tulajdonképpen. Két teljesen más indítatású művész különböző
felépítésű világában érdekes volt találkozni azzal a kettősséggel, hogy két különböző ember, különböző látásmódú ember hogyan tud együtt gondolkodni, és hogyan tud együtt létrehozni kiállításokat. Én ott szembesültem először az Ákos műveivel, és elkezdtek izgatni ezek a munkák, és aztán ezután több alkalommal kiállításokon kerestem a műveit, illetve az ő egyéb helyeken megjelenő kiállításaira elmentem, és megnéztem, hogy hogyan alakul ez a világ. És közben láttam egy folyamatos, izgalmas fejlődést is. Tehát ezek a művek, amiket én több mint két évvel ezelőtt láttam tőle, egy picit más aspektusát mutatták, mint a mai friss művei, és ezek a művek már akkor elindítottak, és ahogy haladtunk előre, úgy érlelődött bennem meg az a gondolat, hogy ebben a galériában tudjak neki csinálni egy komolyabb méretű kiállítást, hogy ebben a galériában 65 munka fér el, tehát egy elég nagy terjedelmű merítést ad egy-egy művész munkáiból. A dr. Feledi Balázs, aki megnyitotta, nagyon fontos és jó dolgokat mondott el a kiállításom, ami nekem is plusz ilyen belső motivációt, meg töltést, meg segítséget is akár jelentett, és hát mindenki, aki ott volt és segített ebben, szóval nekem ez sokat jelentett. Itt egy ilyen nagyobb merítést tudtunk megmutatni, és Ákossal erről beszélgetve felkértem őt egy kiállításra, amire ő tulajdonképpen körülbelül egy évig készült. És ez alatt az idő alatt ő sok mindent festett, részben emiatt a kiállítás miatt is, részben meg természetesen más indítatásokból is. És amikor a műtermében ezt a kiállítást összkiválogattuk, akkor még mindig hiányzott egy mű, ami ebben a térben szükséges, hogy jelen legyen. Ez a tér, ez egy hosszú folyosó, és a folyosó végén levő főfalra kellett egy olyan munkát találnunk, amelyik jellegzetes és uralja az egész kiállítást. Na, ezt a művet festettem meg legutoljára ehhez a kiállításhoz, és ez került be a legutoljára. A megtalált idő, ez részben egy ilyen őszinte filozófiai megnyilvánulás részemről, részben egy konkrét festménynek is a címe. Maga kiállítási anyag, ez úgy éreztem, hogy valami miatt nagyon jól összeállt, összeérett. És így tudtunk létrehozni valami olyan gondolatot, ami részben a munkásságának egy időszakát átfogja, részben pedig egy olyan gondolati hullámot vezet végig ebben a gesztusfestészetben, ami pontosan és összefogottan meg tudja mutatni azt, hogy miről szól egy ember belső világa. Hogyan tud ez a belső világ, a belső látszólag káosznak induló belső világ egy olyan rendé válni, ami mindenki számára érthető és izgalmas. Nagyon egyszerű és nagyon profán, ugyanakkor meg nagyon misztikus az, hogy egy festmény az mikor van kész. Egy festménynek az elkészülte az, mondjuk az én esetemben két különböző dologból áll össze. Az egyik az egy ilyen indulati, érzelmi kiindulási pont, ami a festmény elkészültének egy bizonyos fázisát jelenti a kompozíciónak a nagyjáboli elképzelését, jelenti a gesztusokat, az energiákat, amiket szeretnék beletenni. Ugyanakkor a második fontos része az, ami az én személyiségemből fakad, hogy én alapvetően egy ilyen, inkább ilyen filozofáló, tépelődő típus vagyok, és ezt szeretem is annyiban megélni, hogy ezeket a néha kaotikusnak tűnő festői gondolatokat egy ilyen, mint egy rendezett káosz, vagy néha bejön az irányított véletlen,
ami azt jelenti, hogy, valamilyen módon a kompozíciót azt szeretem egy átgondolt, meghatározott elképzelés szerint rendezni, és hangsúlyokat adni, akár bizonyos dolgokat elfedve, bizonyos dolgokat kiemelve, és most amit már tulajdonképpen néhány évet csinálok, ami ennek a kiáltásnak a törzsanyaga, tulajdonképpen ez a Tiszta Energia sorozat, ahol egyszerre megjelenik ez a gesztusos, erős, lendületes, indulatos, vagy energiákat megmozgató festési mód, és megjelennek geometrikus elemek, amikkel ezeket a gesztusos elemeket teszem hangsúlyossá, vagy éppen elrejtetté, attól függ, hogy éppen mi a szándék. És hogy visszakanyarodjak a megtalált időre, ami a legnehezebb, hogy kicsit viccesen hangzik, de mégis az szerintem egy fontos kulcs, hogy mi az az idő pillanat, amikor egy festmény kész van, és mely az az idő pillanat, az a sokszor nem mindig egyértelműen érzékelhető pillanat, amikor már nem szabad tovább menni, mert akkor már túl lesz festve, túl lesz erőltetve, túl lesz bonyolítva, túl lesz csinálva az egész, és akkor már az görcsös, merev lesz, mesterkélt. Viszont, hogyha a megtalált időpontban, ami hagyja abba az ember, vagy fejezi be az ember a képet, megérzi azt a pillanatot, hogy igen, most van ott az az eltalált pillanat, akkor él a kép, és akkor tud szervesen megszólítani egy nézőt. Szeretek kint a szabadban festeni, ahol nyáron erősen tűz a nap, akkor az rossz, mert akkor hirtelen szállad a festék, de ugyanakkor, ahogy hirtelen szállad a festék, az egy ilyen dinamikát ad, egy kicsit kényszerű dinamikát, mert gyorsabban kell dolgozni, gyorsabban kell gondolkodni, gyorsabban kell reagálni, vagy jön egy szél hirtelen, akkor az máshogy mozgatja az egész dolgot, vagy akár konkrétan nekem volt az is, hogy eleredt az eső. Tehát, és nagyon érdekes volt behozni ezeket a plusz ilyen impulzusokat, és szerves, úgy éreztem, hogy szerves részévé tudott válni a festészetnek, amiben ugye rengeteg véletlen is van, de azokat én úgy fogom föl, hogy irányított véletlenek, meg időnként vannak ilyen kaotikus, kompozíciós feletek, amit én nagyon szeretek, de azokat igyekszem aztán valahogy rendezni. Tehát, hogy bizonyos dolgokat azért nagyon kerülök. Például ezt, hogy okosan festeni, azt azért nagyon tudok haragudni, hogyha valaki okosan fest. Tehát, hogy az egy nagyon rossz irány. Az okos festés alatt azt is értem, hogy szerintem fontos a picit a vakmerőség is, tehát a kísérletezés. Én azt se szégyellem, hogy igen, volt, amikor tényleg a kertbe slaggal lemostam az óriási képet, mert csináltam, és nem lett jó. Tehát, hogy kell vakmerőnek lenni, mert tehát nem szabad beragadni. Sok mindent tudok, és akkor azt csinálom, de az már nem művészet. Nekem van egy nagy titkom, de a titkom az pedig az, hogy én gyakorlatilag mindig ugyanazt festem. Tehát én gyakorlatilag egy dolgot festek folyamatosan, és ez pontosan ez a fent és a lent. Ennek minden, amit ehhez tud az ember társítani. Tehát a fény, ami föntről jön, a megtermékenyítő fény, ami szellemileg, testileg megtermékenyít, ami maga a festészet,
mert a fény kelti életre a festményt, a festék anyagot, a festék pigmenteket, ez egy fizikai jelenség, de mégis a fény, mint misztika, az magában foglal mindent. Tehát ezek a lefelé-felfelé irányultságok a képeken ezért jelennek meg. Imádok a színekkel kísérletezni, imádom a színeket próbálgatni, keverni, imádom kicsit így néha a végletekig elvinni a kísérletezést. Nem tudom azt mondani, hogy ezeket én teljesen tudatosan csinálom, mert hát ez szerintem nem is lehet, hanem ezek érzetek, amik dolgoznak, az ember kísérletezik, csinálja, próbálgatja, és akkor összeáll valami, és visszakanyarodva a megtalált időhöz, hogy ezekkel is az ember ahogy dolgozik, és azt mondom, hogy itt, tehát hogy nekem ez a szín kell, és akkor azt fogom használni. Ennek a festészetnek szerintem, amit én csinálok, eléggé fontos része, azért is nem leplezi a címadás, a Tiszta Energia sorozat, hogy itt olyan belső energiákat szeretnék megfogalmazni, megfogni és megjeleníteni, amik még számomra is akár, hát nem az, hogy ismeretlenek voltak, de hogy ilyen méről jön föl. Tehát ilyen festészeti, kísérleti folyamat, vagy egy olyan keresés, ami nekem is örömteli, hogyha följön valami brutális erővel valami dolog. És néha persze egyébként, és mondjuk ez nagyon jó, hogy mondod, mert a kiállításnak a megrendezésénél, például ez egy alapkérdés volt, hogy oda vittünk 65 vásznat, az 62 kompozíció, és hát én féltem, hogy egyszerűen szét fog robbanni az egész, mert annyira, ha rossz helyre kerül 2-3 kép, akkor üti egymást. És mondjuk ugye a rendezésnek volt azért a nagyon átgondolt, nagyon-nagyon kitalált szenikailag is, meg mindenhogy létrehozott egysége, hogy ezek a robbanások, meg ezek a brutál energiák, amiket sikerült, hála Istennek, én nagyon örültem. Tehát szerettem volna, hogy legyenek ilyen szétrobbanó képek is, és hát itt voltak, amik nyilván bizonyos szempontoknak nem felelnek meg. Tehát, hogy nem felel meg annak, hogy most betegyük egy térbe, hogy akkor ott legyen nyugalom. Tehát ezek a képek nem arról szólnak. Tehát, hogy arról szólnak, hogy ott robbanjon fel valami, mert ezt akarja elmondani a befogadónak.